Thank you.
Maguk ugyebár azért jöttek, mert követelésük van gróf Illésházi Ákos őméltóságával szemben. De mit mennyire? Csendet kérek! Nem szégyellik magukat? Legyenek tekintettel gróf Illésházi Ákos őméltóságára. Aki életében nem fizetett, az holtában sem igen szokott kérek. Az öreg méltóságos meghalt, de él az örökös, a fiatal gróf Illésházi László őméltósága. De nincs miből. A birtokon több az adósság, mint amennyit ér. Az minket nem érdekel, a pénzünket akarjuk! Befejezték? A birtok már nem a fiatal gróf úré, mert a mai napon eladta. Az új tulajdonos minden adósságot átvállalt. Ezt már ismerjük! Ez nem az új tulajdonos! Biztosan is valami gróf! Nem gróf, csak bár. Na de milyen báró? Milyen báró? Báró malomszegi Ernő! Hölgyeim és uraim, meg vagyunk mentve! Tudják ki az a malomszegi? Egy Rothschild! Egymillióra, mit egymillióra? 2 millióra jó! Magát a báróságot 100 000-ért lett, és meg se tudja neki! És gondolja, hogy mindenki fog fizetni! Egyen! Malomszegi! Na ide nézzenek! Van nekem néhány váltom a megboldogult őméltóságától. Mindegyik kezes aláírása a való... hamisítvány. De csak azt bánom, hogy nincs belőlük még egyszer egy... Illésházit jegyzek. Hát Illésházit jegyzek! Ha látják, menjenek haza nyugodtan, 2-3 nap. Nagyon rövid héten belül mindenki megkapja a pénzét. Kihez van szerencsém? Clarice vagyok. Sasvári Clarice. 2 S-sel. S. Nem ismerős magának ez a név? Mintha már hallottam volna valahol. Jó pofa. Az ország legnépszerűbb színésznője vagyok. Csenelő, mintha hallotta volna a nevemet. Nem szokott maga a színházba járni? A nagyon? De igen. Tavaly is voltam, kérem. A Millenniumkor. Hallottam Blahányét. Hogy minden szépen énekel. Igen, tudja, ami Blahány dalban, az vagyok én Prózi. A gróf úr darabjában is én játszottam a főszerepest. A tüne gróf Illésházi Ákos tetszik gondolni. Hát a gróf úr darabokat én? Nem a megboldogult, az én, a Lacika. Eddig ugyancsak egyetért, de annak óriási sikere volt. Persze nem nagy kunyt Sasvári Clarisszal sikert csinálni. Érdekes, én nem is tudtam, hogy László gróf úrból író lett. Hát mit gondol, aranyos? Hát miből élt volna? Abból a rongyos 500 korona apanásból, amit az utolsó 5 évben meg sem kapott, mert a tisztartó valami Becsei nevű csibész elsikkasztotta. Nem ismeri véletlenül? Mintha már ezt a nevet is hallottam volna valahol. Becsei... Becsei úr, kérem, a fiatal gróf úr kéreti a Becsei urat. Megyek! Szóval maga az! Én csak most ismerem meg! Hát kegyed az a híres színésznő, a Balázs úrék vendége. Maga nagy huncut lehet. Örülök, hogy megismerhetem a művésznőt. Igen, tudja, gratulálni jöttem Lacinak az örökséghez, az ősi birtokhoz, ehhez a szép kastélyhoz. A gratulációval elkésett, művésznő. A birtok agyon van terhelve, és ez a gyönyörű kastély ki sem látszik az adósságokból 2 S-sel. A gróf úr ma írta alá az adásvételi szerződést, az új tulajdonos báró Malomszegi 1-jellel. Malomszegi. Szegény Laci, tehetséges, de pehes. Becsei! Becsei, hol van már? Parancsoljon a gróf úr! Becsei! Majd később. Igenis, kérem. Örülök, hogy eljött Clarice. Látja, ez szép magától. Ez csak természetes, László. Fogadja részvétem. Hogy őszinte legyek, jóformán nem is ismertem az apámat. Ez a kastély is olyan idegen nekem. Egész kisgyerek voltam, amikor elkerültem innen. És közben nem is látta a szüleit? Nagyon ritkán. Az apám könnyelmű ember volt. Az anyám pedig... Na jó, hagyjuk ezt. Tudja, hányat a gyerek volt? Én tudom, Lacika. Gróf
Illésházi László. Jókétű férfi. Ünnepelt színpadi szerző. Egy ősi gróf. Momentán árva. Látogasson meg ma este. Kicsoda? A jóképű férfi, az ünnepelt színpadi szerző vagy a gróf? Maga semmit sem változott. Maga sem. Dezsőfivel már végzett? Hallom, megbukott a darabja. Nem a darabja bukott meg. Ő bukott meg. Nálam. Maga miatt. Pedig úgy tudom, hogy Dezsőfi nagyon szerelmes volt magába. Aj, túlságosan. Ez volt a baj. Egyfolytában rajongott. Ha hittem, jött. Ha küldtem, ment. Ha hozzávágtam egy vázát, összeszedte a cserepeit. Folyton mondtam neki, hogy tartsunk egy kis szünetet. Legalább 5 percig legyen komisz hozzám. Képtelen volt rá. Bezzeg magát. Sohasem kellett vissza. Hagyjuk ezt, Clarisse. Megegyeztünk, szép volt, elmúlt. Aj, azt hiszik, hogy olyan könnyű túlesni, maga? Az egész csak azon múlt, hogy nekem több szerencsém volt, mint Dezsőfinek. Az én darabomnak sikere volt, a szerelmünk 100-szor ment táblás házakkal. Dezsőfi pedig megbukott. Hát hogy fejlődhet neki egy színésznő igaz szerelme 14 előadás alatt gyenge félházak mellett? Hogy maga milyen aranyos tud lenni, mikor ilyen undok? Ezért kap egy puszt. Emlékszik, hogy ismerkedtünk meg? Emlékszem. Oda mentem önhöz a próbán. Nem, a próba szünetében. És kértem egy szál cigarettát, mert nem volt. És én megkínáltam. Tessék. Köszönöm. Engedjenek, hogy úgy, mint régen, tűzzel királyom szép babán. A tűz kiajszik a Follow me more.
tudom. Lehet, hogy még ma elutazom. Az új tulajdonos bármelyik kezdve megjöhet. És nem sajnáljam, hogy elmegy innen. Olyan érdekes és romantikus egy ilyen ódon kastély. Igen. Engem is megfogott a hangulata. Érdekes lenne egyszer megírni, nem? Látom maga már egy új darabon töri a fejét. Adhatok hozzá egy ötletet? Adhat. Szóval, legyen benne egy kedves, édes, ellenállhatatlan, bárs, drámai, nagy női szerep nekem. Kedves, de javíthatatlan. Becsei! Parancsoljon a gróf úr! Elhatároztam, hogy még ma elutazom. De hiszen alig érkezett meg a gróf úr, már minden olyan jó. Nem akarok az új tulajdonosokkal találkozni, érti? Értem, kérem. Na menjen is. Készíts elő a kocsit. Igenis, kérem. A grófnak a pénz a sok jószága, s a sok pénz mégis elfogyott. Engem úgy informáltak, hogy maga kapott 10 000 koronát. Az is pénz manapság, kérem. Milyen szerencse, hogy nem csak a kastélytól, de magától is megszabadulok. Ha elfogad egy tanácsot, én a gróf úr helyében nem sietnék annyira. A váró úr nagyon gazdag ember, és van egy csinos lánya, kinek hozománya, minden férfi álma, vágya. Becsik! Mit kényszer? Már éppen eleget keresett rajta! Rajtunk! Szóval kapok egy kocsit az állomásra? Természetesen, kérem. Becsei úr, kérem, akkor én megyek. Rendben van, fiam, megkapta a bérét. Igenis, kérem. Jó napot kívánok. Alázatos szolgálja.
gróf úr. Azért a kabátot csak vegye le, az nem a magáé. Bocsánat. Na, igyekezzék, fiam, nem érik rá. A viszontlátásra. Gróf úr. Ugyanis a báró úr az egész személyzetét magával hozza. Én nem értem, már rég itt kellene lenniük. Igen, akkor én minden esetre sietek csomagolni. Várjon, gróf úr! Nem érti. Készítsék elő a temetési szertartást. Ez a hely.
tesznének ezen a gyönyörű kastélyon? Ez egy ócskakripta. Leányom! Ez az ócskakripta nekem 500 000 forintba került. Különben is azt mondták, hogy menél ócskán, annál drága. A báró úrnak teljesen igaza van, prima vétele volt. Ócskakripta! A Muki báró múlt héten vett magának egy kastélyt 300 000 forintért. Benne volt a hirdetésben, 4 éves óbarok kastély szerkezetkészen eladó. Mi az maga Frédi ért a kastélyokból? Én ne érteni, vidéki gyerek vagyok én kívül. Ócskakripta! Lilike, bár mi gyerekkorunk óta szomszédok vagyunk Pestet, én azért vidéken születtem, a messzi kőbányán. Négy nagyapukámnak még volt 5000 holdja, tetszik tudni miért? A mi kutyánk bőre, ezen van a családfánk. Ez a nagy levélke itt, a már előbb említett déd nagyapukám, itt remeteházi galambos döme. Ez itt családunk apraja, és nagyja az Oroszág, de ez nem érdekes. Viszont tetszik látni itt ezt a szemmel láthatólag is kipattanás előtt álló rügyecskét? Hát ez volnék én, remeteházi galambos Frédi. Maga is örökölt valami? Ez. Nem, ez. De nekem megremeg a szívem, amikor erre a családfára pillantok, mert tudom, itt az ideje, hogy megjelenjék végre rajta egy áttetsző, remegő új levélke, és legyen az beleírva báró malomszegi Lili, és legyen ott még 9-10 kisebb levél, álmuk alul. Frédike, nem lesz odaírva soha. Hogy mondhat ilyen Lilike, én már úgy beleértem magam. Egész Pest tudja, hogy én magának kvázi a vőlegénye vagyok. Mennyire kvázi? Azt én is most tudtam meg út közben, mikor a papa közölte velem, hogy ez az egész ócska kastély csak arra jó, hogy megvegye magának bejön a fiatal illésházi grófot, akiről azt tudják, hogy kicsoda, micsoda, hol van? Itt vagyok, Lilike, egy pillanat. Mit hallok, báró úr? Mit hallok? Mikor mit? Most például azt, hogy ön lemond az én kezemről. Nézze, fia, ha már férjet keresek a lányomnak, az minimum legyen gróf. Én még csak egy egyszerű malomszegi voltam. A lányom már baronesz, az unokám, kis unokám, majd gróf lesz, és büszke lesz a nagypapára. És olyan temetésem lesz. Az szép lesz, de nagyon várom már. Lilike, magának mi a véleménye? Hát az, hogy én nem megyek a grófhoz. Na látja. És magához sem. Hogy hozzám sem. Hát kihez akar maga menni egyáltalán? Senkihez. Én Tália papnője leszek. Jaj, a vallást ne keverjük ebbe bele, Lilike. De hát a múltkor még színésznő akartál lenni? Igen, színésznő. Nem vagyok árú, nem vagyok se festék, se lakk, se paszta. Csőd! Paszta! Festék! Na! Nélkül! És a lehetnél váró kisasszonyjá dukkózva? Nem azon jár be az eszed, hogy színésznő legyél, vagy papnő? Jaj, hagyjuk már ezt, papa, úgy se értjük meg egymást. Hát tényleg, hogy hagyjuk ezt, Lilikem, a rossz hangulatban van, hát a báró legjobb, ha én sem zavarok. Megyek, megyek! Kilovagolok! Kilovagolok? Én, báró, megyek, megnyergeltetem a legtüzesebb kancát, és nekivágtatok a pusztának. Kőbányán is mindig ezt csináltam, amikor fel voltam dúlva. Frédi, maga tudlovakol! Nem látja a bicse szemet? Nem. Persze, mert még kint van a csomagtartóban. De ha én azt egyszer felveszem, Lilike... Nagyszerű, én imádom a lovaglást. Különösen az akadályverseny. Maga hogy veszi az akadályt, Frédi? Hitelbe! Szeretném magyarázni. Nincs mit magyarázni. 73, 74, 75 lépcső. Na, hát itt van egy komornyi. Akkor erre semmi szükség. Meg vagyok, mert
50! Ide hallgasson, én fölfogadom magát! Jöjjük! Mennyi volt a fizetés a grófnak? Kérem! Annyit én nem adok, de maga ismeri a járást, ért ezekhez a grófi izékhez. Én meg rendesen fizetem, mind a ketten jól jár. Állapó? Tessék! Az apám azt kérdezi, hogy elszegődne hozzánk komornyiknak? Hát ezt én. Nagyon szívesen várom. Ó, hát csoda történt, beszél. Köszönjük szépen, Lilike. Ó, Inas úr, hogy így milyen lakályos. Ne haragudjon, akkor most már itt dolgozik? Igen, kérem. Akkor micsoda, mi csak ez itt mi? Mi ide jövünk, és nem fogad itt minket senki? Kicsit korábban tetszettek érkezni, mint vártuk. Azonnal szólok Becsei úrnak, addig talán méltóztassanak lerázni az út porát, aztán meg megmutatom a kastélyt. Miért azután mutassa meg most, majd utána ráz? Kérem, arra nyílik a vörös szalon, arra a lila terem, a zöld szoba, a sárga kabinet. Ezen szépen ennyi elég lesz. Na akkor én kimegyek a zöldbe, te meg kislányunk menj a lilába. Ez a lila bárónő? Nem, ez a lili bárónő. Én meg már elvesztettem a fonalat. És én nem maradhatnék itt? Kérem. Köszönöm, barátom. Mondja, ért maga a lovak nyelvét? Szóval szakember. Segíteni fog nekem, mit gondol, mit szólna egy ló, ha én ráülnék neki úgy a hátára? Röhögne, kérem. Igen? Nem is tudtam, hogy egy ló tud röhögni. Ha nagyon kell neki. Az kellemetlen, én ugyanis a bárónővel együtt fogok kilovagolni, képes, és még azt hisz, hogy a ló ő rajta röhög. Majd én nem kísérhetném a földön, mellette. Hányszor méltóztatod lovon ülni? Egyszer. Se. De az nem számít. Én még nem voltam 5 éves, amikor először ültem villamosra, és rögtön ment. Kérem, én amott járottak egy lovat. Azt az Isten is az ön bricsessze alá teremtette. És mondja, nem túl szilaj, az a mén. Majd betetszik törni. Jó, majd betörök, aztán lopok egy szemüvegbe. Vagy ha nagyon röhög, pofon ütöm. Szóljon neki, hogy melegítsen. Jövök. Megmondtam már magának, vegye le magáról azt a kabátot, mert az nem a magáé, nem hallja? Becsei, Becsei, el ne áruljon engem, mert agyonütök. Rófú. Nem utazom el. Beszegődtem valomszegélyekhez komornyiknak. Nem értem. Író is vagyok. Érdekel minden izgalmi szituáció. Na Becsei, egyezzünk meg, hogy nem árul el. Egyezzünk, kérem. Sajnos azt nem tehetem a báró úrok aztán. És én nem csapom be a gazdáját. És az a 10 000 korona? Igen, kérem. Na jó, Becsé, magát a röstöntől, rohamos tempóban zűlik a memóriájára. Van még memóriám, kérem? Elnézést. Kihez van szerencsé? Ez az Becsei, ez az. Kék, a zöld, a sárga, a Becsei! Beszélni akarok magával. Maga? Elmehet. Igenis kérem, rohamos tempóban. Mehet, kérem. Elnézést kérek, báró úr, nem tudtuk, hogy ilyen hamar tetszenek érkezni, de én mindent előkészítettem a fogadtatást. A birtokátruházás körül érdemei. Állással köszönöm, kérem. Most egy másik ügyről van szó. Parancsoljon a báró úr. Úgy döntöttem, hogy veszek magamnak egy grófot. Hogyan, kérem? Nem tudja, lányomnak. Ide az illésházira gondoltam. Előtt ugye nekem kerítem? Előkeríteni, de hiszen épp az előbb... Épp az előbb gondoltam arra, hogy mennyire nehéz lesz ezt nekem elintéznem, kérem. Erőltesse meg magát. Én is megerőltetem magam. Majd, ha eljön az ideje. Hát ahhoz még sokat kell edzenie várót. Thank you.
látok. Így fogadják az illésházi grófnőket? Hol a tisztartó, a főlovász, a főszakács, a komornika, a szobalány, az idas, a porné? Halló! 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 Nincs itt se. Agatha, Kriszti? Fel vagyunk háborodva. Na sem! Ne izgassa fel magát! Kimélje idegét, na hát! Hát nem tudhattak érkezésünkről, ők nem tehetnek erről, késve jöttünk, nem is hittük. Hol a tetem? Eltemetem. Én temetem. Én temetem. Én temetem, én tetemem. Te temetem? Tetemem, én eltemetem. Temeted te a tetetemet? Én tetemem. Eltemetem. Hol tetemem, én temetem? Nem te tetemed, nem temetheted. Én tetemem, eltemetem. Én tetemem, én tetemem. Kus! Öt évig vártuk, hogy szegény jó Ákos végre kiszenvedjen. Ötször dávidatoztak, hogy a végét járjon. Ötször jelentünk meg gyászruhában. És mind az ötször ő maga fogadott bennünket erősen, piros mozgással, puskával a kezét. Medvevadászatra menendve, kissé elmerengve, eperledet vedelve. Hát csoda, ha hatodszor legésük a tor. Agatám, Ákosunk nem tölt erről akkor. Ugyanhogy, mindig megbízhatatlan volt. Szegény! Agatha drága, ez most már mind a miénk. Úgy értem én, hogy az ősi kastély, az ősi vár, az ősi birtok, az ősi fák. Ákosunk már nyugodni vágyik. Sokat szenvedtünk, míg eljutottunk idáig. A szegény atyánkkal annak idején nem történik az a tragédia. És azon a végzetes kártyapartin nem a mag alsót húzza. Ja. De most már! Minden a miénk lesz! Agatha, hallgat csak, hallgat! Feltűnt a tisztartó alatt! Jó estét, grófnő! Maguk már megint itt vannak! Micsoda hang ez! El se jön, mert! Hagyjuk ezt, grófnőt, maguk nyilván megint azért jöttek, hogy... Hogy átvegyük jogos örökségünket! Mi vagyunk az elhunyt tetem egyetlen ember? Megfellebbezhetetlen, elfeledhetetlen, törvényes örökösei. És az öreg gróf úr fia, a fiatal László gróf úr? Annak az embernek az örökségünkön semmi joga nincs. És ezt nem fogom bizonyítani. Az ügyvédem útján mi az az urat nem ismerjük és nem is óhajtjuk megismerni. Ó, jöjjön csak ide! Mi innen egy tapottatlan megyünk, míg a per el nem dönt. Hogy járunk itt a bőröndöket a szobájukból? Miért osztassuk, hogy viheti kérem? Úgy látszik, önök nem értesültek a legújabb fordulatról. Miféle fordulatról? Csak arról, hogy már is bejött az örökségünkbe az a facsó! Agatha, hallgasson végre, gondoljunk családunk becsületére! Igen, és facsó! Maga nagyon jól tudja, hogy Illésházi László nem gróf, törvénytelen gyerek, egy közönséges kocsista vagy. Agatha, mi fordéljünk komornyi? Most ki! Én csodálkozom, kérem, hogy önök komornyik előtt szellőztetik a család legintimebb ügyeit. Különben is az egész ügy nem érdekes. A birtok meg volt terhelve, és a gróf úr örült, hogy átadhatja báró Malomszeginek, aki minden adósságot átvállalt. Pardon. Majd meglátok. Nem nyugszom bele, hogy egy közönséges báró bitolója a mi birtokunkat. Hol az a báró? Báró Malomszegi Ernő. Báró, ön előtt gróf Illésházi Agatha és gróf Illésházi Krisztina állanak ennek a birtoknak a jogos örököseit. Mi innen egy tapottat nem megyünk, míg ennek a jogunknak érvényt nem szereztünk. Kezeiket csókol. Isten hozta önöket. Addig maradnak, ameddig jól esik! És ökön, báró! Én is addig maradok, ameddig jól esik! Boldog vagyok, hogy vendégül láthatok önökre! Szegény Ákos! Agatha? Kriszti? Kész regény! Tisztartó! Mosassa rendbe a szobáinkat. Báró úr... Mire vár, kérem, a grófnő kívánsága parancs? Igenis, kérem.
A meghívást jó születtel elfogadjuk, és a pert megindítsuk! A pertönök el fogják veszíteni! De boldog vagyok, hogy ilyen bájos és előkelő ellenfeleim lesznek! Báró öreg, elfogadható ember! Senma! Krisztina? Séta? Séta. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszlátásra, drága. Na, avata! Pardon. Báró úr, a grófnők szobái elő vannak készítve, bár ha megengedi, megjegyeznem. Nem lesz könnyű dolgunk velük. Becsény! Én meg tudom ítélni, hogyha valaki született gróf, de gener. Én is született festékkereskedő vagyok. De generált! Öreg méltóságos! Becsei! Én minden szót hallottam, amit az a két fénykisasszony itt a származásomról összeköseget mondott, akkor tudott erről, Becsei! Én tudtam, kérem, de a gróf úr szigorú utasítása volt, hogy senki nem beszélhet róla. És az igazi apámmal mi lett? Jöjjön, gróf úr, elmesélek mindent részletesen. Egy kicsit, de ott kint kifejezetten sajgott. Na, jöjjön! Köszönöm szépen. Úgy látszik, a fejemre estem. Ugyan már ne legyen olyan kényes. Könnyű magának, maga le tud ülni. Én itt állhatok hetekig. Na, jöjjön! Segítek! Jaj! Most jó? Most jó. Köszönöm, megmentő angyalom, megmentő angyalom. Mit segíthetek még? Felállni. Pihenni szeretnénk egy kicsit. A fene egye meg azt a vatag lovat. Ne szítja! Neki köszönheti, hogy megismerhette. Igaza van. Köszönöm szépen, kefe! És hát persze magának is kedves... Bár csak a nyelvemen lenne. Clarisz! Sasvári Clarisz! Két essel? Hát tudja! Kiszámoltam. A sasban kettő van, a váriban egy se. Ilyen egy angyal, maga aztán megér egy hagyrászmódát. Felszed egy ismeretlen embert egy vadidegen ló alól. Hát maga állathoz, emberhez egyaránt ilyen kedves. Tudok én még kedvesebb is lenni, ha szeretek valakit. Mondjuk engem? Hogyha szeretném engemet, úgy én tégedet, összeviszi a lábképedet, még helyen majd. Yeah, indeed.
perccel ezelőtt szabadultam meg a halál torkából. Apropósz, engedjék meg, hogy bemutassam életem megmentőjét, a híres színésznő Varjudon Sosvár Kétessel. Én is örülök, hogy megismerhetem az Illésházi kastély új gazdáit. Itt nyaralok a szomszéd birtokon a barátaimmal. Élike, magát abszolút nem érdekli, hogy én hogyan szabadultam meg a halál torkám. De, hogy ne. Elmondom. Éppen hazafelé tartottam a falukból, amikor a kastély előtt az országok átkából nyöszörgést hallottam. Az én voltam, kérem, köszönöm szépen, tessék helyet foglalni. Nekem ilyen esetem még nem volt, kérem. Kiválasztottam a legtüzesebb lovat. Felült a hátára! Felpattantam, drága bőve! Pattantam a hátára! A sarkantyúmat belevágtam a szügyibe! Kicsi sarkantyúja! Mert ott maradt a szügyibe. A lóvesz bokon vette, hanyat vetette magát, hogy hátra zuhantam, ő rám esett, ellenkeztünk herperre! És ő volt felül, utána viszont már ő volt felül, és én voltam aludt. Érezte a bestia, hogy emberére akadt. Erre a rablók megfutamott. Rablók! Miféle rablók? Nem tudja, mi az a rablók? A rabló az a zebra, nem már? Ilyenek támadtak meg, csak valamiért elfelejtettem mondani, valóságos tűz párbaj alakult ki, a ló barikádot csinált belőle. Én csináltam lovat a barikádból, én a barikád tüzelni kezdett a rablovakra. A barikád tüzelni kezdett. Tessék már folytatni! Én csak a történet végén kihúztam ezt az urat a sárból, és ide expediáltam. Életem megmentője Karvajhegyi Sasvár Klarisz Kékessel. De most már mennem kell. Maradjon még! Nem lehet. Estére vendéget várok. Remélhetőleg még látjuk egymást. Ló nélkül. Szívesen látjuk a birtokomat, a ünnepségét. Okvetlenül jöjjön el. Okvetlenül eljövök. A viszontlátásra. Ló éjszakán. De ló pofa. Még majd kitöri a nyakát az egyik lovamnak. Mindennek az az átkozott komornyik az oka, felhetszelte azt a dögöt, ellenemre kerülne, csak a kezem közé megmondanám neki, így bele a két szemébe. Na ide hallgasson! Oly, köszönöm ezt a sportolás lehetőséget. Kérem, méltóztassanak átfáradni az ebédlőbe a dinéhez. Mi az a diné? Én most már megéheztem, én vacsorázni éppen. Kérem, ugyanaz. Egy grófi kastélyban ezt így mondják. Ja, hát a diné. Diné! Diné! Hát akkor menjünk, diné! Dinézzünk akkor. Na, milyen inas? Nagyon! Lilike, jössz lilizni! Lilike, jössz lilizni! Nem jövök, amúgy csak menjenek. Nekem fáj a fejem. Hát jobbulás, Lilike, jobbulás. Esküszöm, hazamegyek kőbányára, ilyen lesz nálam is. Diné? Nem, vacsora Frédiné. Ne hozzak aspirint. Nem a fejem fáj, fáraszt a családom. Magának? Van családja? Nincs. Mi
figyeled a szobalány, meg a komornyik? A komornyik meg a szobalány, tehát ezek a mai cselédek. Csak nézek, csak nézek. Emlékszel a Sati Jöjeszi birtokunkor az a pofaszakállas istáló mester? Arra nem neked kellene emlékezned, drágám. Pofádat meg fogok. Kusson! Voltak ezek? Az öreg gróf úr rokonai. A báró úr meghívta őket. Ah, nagyon előkelőek. Mint két címeres barjú. Nézze! Hogy is hívják magát? László. Jó, de hát mi a vezeték neve? Báró úr. Egy komornyiknak nincs vezeték neve. Maga az egyetlen rokonszerves ember ebben az egész ócska kastélyban. Én meg akarok szökni. Megszökni? Én színésznő szeretnék lenni. Színésznő? Hát ez remek. De miért kell ez most mindjárt megszökni? A szezon csak ősszel kezdődik. Addig ide nyírom két. Az apám mindenálló félhez akar a... Ehhez a... Hülyéhez. Mondja csak így nyugodtan, ha nem ehhez a hülyéhez. Akkor egy másik hülyéhez. Ugye az én apám... De miért is mondom mindezt el magának? Mindegy. Szóval az én apám a fejébe vette, hogy megveszi nekem Illésházi grófot. Gróf Illésházi László, az akarják félhez adni? Igen. De mi van ezen ilyen meglepő? Az én apám mindent és mindenkit meg tud venni. Mit mondom? Miben kerülhet egy ilyen gróf? Olcsó. Úgy tudom, nagyon le van csúsz. Majd ezt akarják, meg kell félni. Hát én innen megszököm. Itt minden olyan olcsva, olyan avit, olyan... Báró, hagyj hívjam fel a figyelmét, hogy van itt valami, ami mégsem kapott. Egy történet. Egy helyi rege, egy ballag, ami régi, ahogy, de mégsem olyan. Mi az? Szeretem. Zárkozott egy magával, büszke vár a csarnokán. Él egy gőkös gróf kisasszony, réges-réges hajdalán.
még valamiben szolgálatára várni? Nem, köszönöm. Ha szükségem lesz valamire, majd szólok. Szeretném élvezni ezt a szép estét, ezt a csendet. Na tessék, már itt is vannak. Vissza rám, Baronesz! Megszabadítom tőlük! Jaj! Mennyire jól esett nekem ez a rizs böf a Lavelliton. Én is teleraktam a hasam ala a disznó. Nagyon bedinéztünk, Amelik, milyen dinés volt, báró. A végén sárga diné. Én azt javaslom, most már törődjünk a szellemiekkel. Játszunk már jó kis napszer. Ne beszéljen már maraságokat. Jó, hogy nem akar mindjárt segrepacsit játszani. Akkor körbeszarost. Nem tudom, de csak kellene valami játék a kastélyban. Itt a kovornik, ő ismeri a járást. Sőt, talán az egész megyét. Mondja, mit szoktak csinálni a grófok így a tiné után? Lefekszenek, kérem. Ez így szokás századok óta. Az ősi kastély, ősi rendje, tiné után háló terem. Az ősi kastély este lente, beburkolózik ősi csendbe. Ilyen korán, ilyen korán, legott idő után. Szép éjszakán, ilyen korán, halálos bőrasszonyja lát. Csakazakos. Sírhány ragyog. Nem szokás. Thank you.
veszedelmes, nagy és sivány, mint egy régi szőke parra, mint a hány, gyöngé a mindig az asszony, a szívre állt. Nappal az este kér, könnyen ér a perc nekér, szíved tiszta jó, és a vidámság végre meghárja az önök tetőpontját. Elhozatunk Berlinből a híres Morrison Dance csoport. Bizony, bizony, a hír igaz, de hát nem szégyeljük, telik rá, igaz? Bár szíveskedjenek jobbra és balra elhelyezkedni, a kiállított tárgyakhoz és a táncos nőkhöz nyúlni szigorúan tilos. Maestro, music! Thank you.
tudja, amikor Párizsba jártam? Hát járt Párizsba. És hogy tetszettek a kosztümök, drága művész? Londonban egy divat. Londonban a táncos. Csinosak, csinosak. Különösen az a bajuszos széles vár. Na, igyanak egyet az egészségemre. Odakint. Értem én, értem. Akkor, ha megengedi, én is kimegyek, hogy behozzam a muffiát. A muffomat? Olyan hideg hozzá, mint egy jégcsap. Reszketek maga mellett, hát már nem szeret. Dehogy nem, Frédikém. Én szeretem magát. És ha legközelebb megint beleesik a mocsárba, én megint kihúzom belőle. Igen? Igen? Hát vegye tudomásul, hogy azért én nem fogom naponta háromszor végig fedrengeni a lábvidéket, hogy maga egy picit gyengétebb legyen hozzám. Legalább azt engedje meg, hogy átjöjjek ide a túloldalra. Miért? Hogy ez ne legyen egy teljesen egyoldalú kapcsolat. Különben is abba hagytam ám a lovaglást. No? Tárgyaltam a lóval. Megállapodtunk, hogy eztán nem ülünk egymás hátára. Hogy tetszem magának így ló nélkül? Nem értem, hogy mit akar tőlem, hiszen maga vőlegény jelölt. Csak szeretném azt hinni, a festékbáló a fülem hallatára jelentette ki, hogy Lilikét ehhez az ismeretlen gróf Illésházi Lászlóhoz szánja. Igen? Igen. Hát, ahogy én Lacikát ismerem, ebből nem lesz semmi. Lacika! Per Laci! Ne bolygassuk a múltat! Ezért nem kellek én magának! Maga beszél, hiszen négy kézláb csúszik, mászik a Lilikéje után. Olyan szerelmes... Csak voltam! Az a nő méltatlan lett a kezemre. Férfi van a dologban. Ugyan kicsoda? Kapaszkodjon meg! Az a férfi, akivel Lilike napok óta sülve-főve együtt van, egy komornyik. Miért kell ehhez megkapaszkodni? Biztosan nagyon jóképű férfi. Hát nem érti? Egy remeteházi galambos Frédi nevű úrhelyett senki, akit csak úgy hívnak ide hozzám. Jaj, Frédike! Először rám félték egy Illésházi. Igen. Aztán Lilire egy komoly Igen. Mert ha én egyszer valakit igazán szeretek, akkor én belőlem egy vérengző fenevad válik. Kerülj ne csak a kezem közé. Leszoktad rám a féltékenység. Engem? Soha! Frédike, maga egy valóságos Otello! Imádkoztál, Turulfalvi! Én ugyanásért nincsen meg a halál fia ófogadó. A rossz szerető, aki rossz kalapoztól szörnyű az én karabós haragom. Nincs bizadalmam a nőben,
Igazán nővérkém, oly jól érzem magam itt én. Jól érzi magát? Ebben a szodomában? Festett cédák és parázna férfiak. Látom! Na látja! Ez lett az ülésházi a kastélyából egy bűntana. Mindenki összeadja magát mindenkire. A vendégek egymással, a házi kisasszony a kovacsikkal, a kocsis a lovával, a forzó a bibével. Remi mondjon! Azonnal utazunk. Nem érted, a drága. Olyan jó itt. Maradjunk kicsit. Ez a szép park, a sok jó ennivaló. Vendégnek lenni jó. Én úgy szeretek vendég lenni, enni, inni. Vendég lenni. Szép lába járni, kelni. Lemondja még ezeket a rohadt páros rémeket. Vendég? A saját kastélyunkban? Itt minden a miénk, amit ezek a szatócsok festék lak és paszta, vitorolnak. Paszta! Ki? Mi az, hogy ki? Hát ki, kit. Mi ki? Mi ki? Mindenki. Ki mindenki? De nem sokáig. Azonnal utazunk és holnap beadjuk a fert. Hova, Rófi! Nem érzik jól magukat náluk. Maguknál? Mi nem maguknál vagyunk, hanem magunknál. Nekem az az érzésem, hogy a grófnők magukon kívül vannak. De magukomhoz! Igazán, Agatám, alig ért hozzá. Csak tudomásul, hogy még ma elutazunk és holnap beadjuk a fert? Nem sokáig fogják vitorolni a mi kastélyunkat? Drága grófnő! Én ezt a kastélyt 500 000 koronáért vitorlom! Kész pénzét! Oh. Kész? P. Tudni kell észen, bánni a pénzen, gazdagodni, aki bőven van. Sok lesz a híve, elmegy a híre, kedvesség a pénz a bűvön. Ellenben felteszem, ez egy kellemetlen jelent. Hogy mondod? Hogy vonzó?
Folyton bolyongó, ropogó cukorborsó. Krisztina? Séta, séta. Bofték. Visszató? A szokásos kocsikra lesz szükségünk, tudja az a cukorban? Sem, Hernyós. Könnyörgöm, erelni akar. Könnyörgöm, grófnök, ne kezdjék már meg. A báró úr úgy megszerette magukat. Én nagyon rosszul járnék, ha a grófnők elmennének. Annyira büszke a báró úr, hogy két ilyen csodálatos földre száll. Grófnő van a kastélyban. Iriglik is ám érte, tetszik tudni ezek között, nem igazán akad igazi arisztokrata. Ne sokáig fogják bitorolni a mi birtokunkat, majd a per. Nem ez a módja, grófnők. Egy ilyen per. Nagyon kétes. És sok a költség rá. Meg lehetne a spórolni, kérem. Spórolni? Hogyan? Én adnék egy tanácsot, és azt a tanácsot nagyon szívesen is adnám. Szóval, a báró úr özvegyember, és egy ilyen birtokhoz, egy ilyen kastélyhoz asszony kell, még pedig nem akármilyen asszony. Én úgy vettem észre, a grófnők nagyon tetszenek a báró úrnak. Micsoda vakmerőség! Egy báró malomszegi és egy illésházi grófnő felháborító. Mi nem szoktuk csak úgy férjet fogdosni? Ha mi férje lett volna szükségünk, akkor hét vármegye kérői ott tolongtak a kegyeinkért, de mi méltók maradtunk az illésházi névhez, és megőriztük ártatlanságunkat, ugye, Krisztina? Bizony. Hó. Bizony. Mi nem öltözünk holmit szifra, szemérmetlen rongyokba egy báró malomszegi kedvéért, ugye, Krisztina? Nem bizony. 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 Felháborító. És melyikünk tetszik? Biztosan én. Mindig olyan perzselő tekintettel néz. Én azt nem tudom, kérem, én csak azt tudom, hogy a grófnők akárhányszor megjelennek, a báró úrnak mindig jó kedve kerekedik. Én azt mondom, meg lehetne fogni a báró úrat, hiszen a báró úr is csak férfi, nő sincsen, fahából, ugye, meg aztán egy kis púder, egy kis festék. Lak és paszta. Meg egy jól kivágott estélyi ruha. Aztán már minden megy magától. Én is megyek. Magától. Egy levél, bárónő. A délutáni postával érkezett. A Budapesti Színház igazgatója ír. Meg akar hallgatni. Nem értem. De hát... De ezt honnan tudhatja egy budapesti színigazgató, hogy... Gróf Illésházi László levelet írt neki, amelyben felhívta a figyelmét egy ismeretlen tehetségre. Illésházi. De ezt honnan tudja ez az Illésházi, hogy én színésznő akarok lenni? Pardon, tőlem. Elnézést kérek, de a napokban hallgatóztam a könyvtárszobánál. Nem szokásom a hallgatózás, de a báróné olyan szépen olvasta fel a Romeo és Júlia nagy jelenetét, hogy nem tudtam elmozdulni az ajtót. Maga ehhez is ért? Egy jó komornyitnak mindenhez kell érteni. Köszönöm. Életem legnagyobb vágya teljesülne. De nem fogadhatom el. Nem akarok gróf Illésházi lekötelezettje lenni. Félek, hogy a gróf igényt tart majd a hálámra. Ne féljen, grófnő. Ha a gróf úr ifjúsága, de a komornyi majd megvédi tőle. Köszönöm.
el sem hiszi, milyen boldoggá tett. És ha... És ha kiderülne, hogy nincs is tehetsége. Ugyanúgy van, ön nagyon tehetséges. Nekem elhiheti. Én értek hozzá. Tudom, egy jó komornyiknak mindenhez kell értenie. Nem is tudom, hogy mivel viszonoztatnám a szívességét. Engedje meg, hogy megcsókoljam. A kezét. Komornyik! Kérem, komornyik! Igen? László! Maga! Szóval maga az a komornyik, aki tetszik a hölgyeknek. És ne csavarja a szép báró kisasszony fejét. Lacika, Lacika! Köszönöm, Kránisz, érdekel a szituáció. Egy írónak élményekre van szüksége. Ezt már ismerem. Ha egy írónak szituációra van szüksége, az mindig egy szőke vagy barna szituáció kell. Nem. Komornyék? Igen. Egy perc. Igen is kérem, már is intézkedem. Igen is? Hiába gondolódik, be kell értenie, nem arról van szó, hogy a baroness nő, hanem egy érdekes és izgalmas felfedezést tettem. Ez a kislány, ez komoly ígéret. Nagyszerű színésznő válik majd belőle. Színésznő? Ez már az is szemtelenség, hogy más nők után futkos. De az egyenesen aljasság, hogy új színészőket fedez fel, amikor van egy Sasvári Clarisse kétessel, aki hajlandó a maga ostoba, lapos, szellemtelen darabját sikerre vinni. Clarisse, ezt igazán nem vártam volna magától. Hát mit várt? Talán az, hogy fél lábon ugrálok az öröktől? Mert egy puta kislányt! Azzal szintít, hogy nagy színésznőt csinál belőle? Nem barátom! Én le fogom leplezni magát. Én is szeretem az új szituációkat. Majd megnézem, hogy hogy rúgják ki ebből a kastélyból. Clarisse, nézze, belátom, hogy ez a játék egy kicsit frivol, de miért akar botrányt csinálni? Hát beszéljük meg a dolgot, hogy jó barátokhoz illik. Nem tehet nevetségessé ennyi ember előtt. Egy feltétellel hallgatok. Ha még ma velem egy, elhagyja ezt a kastélyt. Rendben van! Fiss oda nő! Fiss oda gerinc! Fiss oda lopockák! Fiss oda... Farhák! Bocsánat, hölgyem! Ugye, Sanma, a baronesztől kértem kölcsön, hogy jön egy mosolyt ölcsön. Nem fognak felháborodni, kollekcióm tavaszi, kim van az egész hátam, csak meg ne fázzam, tudja, reumám van. Isten, mi az, hogy 30 évvel fiatalabb, nem? Mindig is kéne járni? Nem szabad, nagyon szigorú a gata. Ki fogok kapni tőle, retteget már előre, de ma... Azt sem bánom. Egyszer vagyok fiatal ezen a világon. Tetszeni akarok valakinek, aki írt a szívem ebben. Ugyan kinek? Ezt nem mondhatom el. Ez nem egy közhely. Csak annyit mondok, s ez titok. Az illető külleme kellemes. Szép ember és nemes. Becsületes bátor. Itt magam mellett látom. Na most aztán tényleg fogalmam nincs, hogy ki lehet az. Yeah.
Hallja, jön egy kisé pucér? Semmivel sem pucéra, mint ön, drága nővérké, sármány! Hölgyeim, hölgyeim, mind a ketten sármányok! Igyunk! Egy pohár, vesült! Vagy kettő! Sármándú! A szépségre! Az előkelőségre! És a fiatalság! Bizony! Beszélni a váróval. Jó, majd becsukom a szemet. Hölgyeim, hát nem érdemes rajtam vitatkozni, majd egymás után beszélgetek a gróf. Jó, ígyunk! Nem lesz ez sok, vélek, hogy berúgok. Valóban veszélyes ital, a végén még, na, még. Még! Jó, igen. Na! Nem, bizony. Ne töltsön neki, Krisztina, ne egyék többet! Miért ne igyak maga vaca? Kicsirítkedik a szemeisért. Így megy az egész életünkben, földön dirigál minden ügyben. Én dirigálok? Hogy ő mondta? Mi lett volna vele, ha én nem vagyok mellette? Hiszen semmihez nem ért a világon. Én olyan ábrándos vagyok, a költészetértek rajongok. Ábrándos? Ez hülye! Gyerekkorában a dadája a fejére ejtette! Nem volt a dadám, nem is a fejemre ejtett, hanem a föld közt vágott. Meg már akkor is gondolkodtam, hogy a lányok sárkát kicsoltáltam, a csidagoltam. Látja, Báró! Báró! Kislányok, nem látod a grófnőket? Nem, előlük! Thank you.
búcsúzni jöttem, barónő. Kilépek a szolgálatról. Nem értem. Csak így, egyszerre. Tehát mi történt? Megbántotta valaki? Nem. Visszahívja a gróf? Igen. A gróf visszahívja a komornyikot. Mindig a gróf. Ismeretlenül is tönkre teszi az életet. Először hozzá akarnak adni feleségül, aztán elviszi magát tőlünk. Gyűlölöm ezt az embert. Nem kell a protekciója sem. Miért akar visszamenni hozzá? Többet fizet? Jobban szereti, mint mi? Sokkal jobban. Nem igaz. Valaki hol valamit elmondja. Kérem, legyen őszinte. Nem tehetem neki. Nem tehetem. Oh,
ugye? Miért kicsikémre fél? Egyébként a kisváró! A társaság nagyon hiányolja a házi kisasszony. Fontos dologról szeretnék veled beszélni, papa. Ki vele? Csak sokba ne kerüljön. Örülj, de apához, gyücsép, nőgyöröcsép, úgy. Na? Férhez akarok menni. Válaszd ki magadnak azt, akit akarsz. Azok közül, akiket én ajánlok. Most a grófot ajánlom. Grófot, aki nincs. Majd lesz, Becsei, megígérte, hogy előkerik. Papa, én nem megyek a grófhoz. Szerelemből akarok férhez menni. Hát szeres bele a grófba, rajtad múli, vagy kibe szeretsz bele? Nem egészen. Beleszereted egy például egy, hát egy lovászlegénybe. Ne beszélj már utaságot! Mondd, papa! Mondd, papa! Voltál te valaha szerelmes? Többször. De lovász legényben még soha. És hogyha megtudnám, hogy az én egyetlen kicsi lányom ilyesmit fordott a fejében, kitagadnám, sőt, letagadnám, hogy valaha is közöbb volt hozzá. Papa! Tessék! Menj vissza a vendégeidhez. Na, az előbb még beszélni akartál velem, most meg elküldesz? Igen. Túl szép az alkony. Ne billedd vele, papa! Hogy ez milyen szemtelen! Próbáltam volna én ilyet mondani az apámnak! Puták ez hív, hogy nem illesz bele az alkonyba! Kaptam volna két olyan papot! Thank you.
találom bármilyen. Tessék, üljön le, művésznő. Maguk olyan kedvesek hozzám, olyan szeretetlen illetőak, hogy nem hallgathatok tovább. Én nem könnyen barátkozom, de magát az első pillanatban megszerettem. És úgy érzem, hogy a női szolidaritás nevében is szólnom kell. Miről van szó, kérem? Mi is tévítja meg a kocsival, itt vagyunk. Várjon egy pár percig. Én várhatok. Lászlóról akarok magával beszélni. Lászlóról? A Komornyikról? Hát éppen ez az. Ez a László, nem Komornyi. Gróf Illésházi László. Nem értem. De mi oka lehetett? Nem, ez lehetetlen. Illésházinak nem sok köze van a grófi családhoz. Író, sikeres színpadi szerző. És tudja, egy ilyen író mindig élményeket hajszol, témát keres, szituációkat. Tetszett neki az a furcsa szituáció, hogy maguk Komornyiknak nézték. Ez igaz. Ez aljasság. A színházi világban nem veszik ezt ilyen szigorúan bárhoz. Laci, jó gyerek, csak egy kicsit könnyelnő. Nem mondta, hogy színésznőt csinál magából? De... mondta. Sejtettem. Minden nőt ezzel főz. Engem is ezzel főzött. De belőlem csinált is. Az ő darabjában volt az első igazi nagy sikerem. Igaz, hogy én tehetséges vagyok. Kérem, hallgasson! Jaj, drágám! Én nem akartam magának fájdalmat okozni. Hát ennyire megtetszett magának ez a fiú? Nagy csirkefogó, megjegyzem, én is alaposan beleestem, de én nem szívom merre. Tudja, hogy van egy ilyen színházi szerelem? Most a következő darabjában is játszani fogok, és ahogy én Lacit ismerem, hát elképzelhető. Nem igaz! Maga féltékeny Illésházira, mert ott hagyta magát. Nem tagadom. Ott hagyok. De visszajön. Nem igaz. Mi résznő? Pedig várjuk még! Kérdezem magáról valamit, fiam! Feleje bátran és tetszik! Múlt szerdán este valaki felkeresett el. Emlékszik rá? Hogy emlékeztek? A résznő azt mondta, hogy és ki volt az illető? Megkérdezte a nevét? Gyeróf Illésházi László! Hát akkor én hívjanék kérem. Kérem, ne haragudjon rám! Én jót akartam! A viszontlátásra! Thank you.
eljön. A komornyik dolga ez. Igaz. Töntsön! Fog egy pohár pezsgőt tölteni végre? Boldog menj a fontságom örömére! Menyasz! Bizony, bizony! S még hozzá ezé! Töntsön, ha mondom! Nem. Parancsolom! Hia! Komornyik! Nem vagyok komornyik! Nem komornyik. Kicsoda, ha nem komornyik. Ha merre járnom, léptem a virágot, szopán a múló percek éltem én. Szeretlek én, és asszonyok leányom, a vállam bocsánatokat a bőket bőkkel én. Szabon a mentős
Szegélyek már kidobtak, és bármennyire is szeretem az érdekes szituációkat, a színpadon is unalmas, ha valakit kétszer egymás után dobnak ki. Hallgasson meg csak a váltott ember szavára, Grófú. A báron ezt magát szereti, tudom, ön is tudja, ő is tudja. De ő nagyon büszke, maga is nagyon büszke, maga megsértette, ki kell elégeztetni. Emlékszik erre, nagy konspirátor maga, becsei! Na, tessék csak velem jönni! Biztos, hogy nem lesz ebből bakás! Grófú! Hát mindannyiunknak az az érdeke, hogy ez a dolog jól sikerüljön. A páró úrnak, a grófú, a komornyiknak, na meg nekem. Nagy biztos! Arra tessék parancsolni! Nagy biztos! A vendégek, az egész vadásztársaság, még az állatok is, nézze oda, mert ez a belütkeltő bodobács, ide lett a vakon, vakok, mind magát néz. Üljön le, és pihenje ki magát. A színnek nem lehet parancsolni. Mennyit fogok még zakogni? Mennyit? Szeretem a bárót, egész lényem tele van vele. Ahogy rám tekint az ibolya szeme, feldúr! Felkavar, így kavar! Hol hagytam el fejem, én leendő tettem? Bohó gyermek! Nem látja, hogy ez az ember csak szórakozik magával? Ó, én ismerem ezt a típust. Ez egy cinikus, lelketlen gazember, aki kíméletlenül gázol át a női szíveken. Ezen ember elvette eszedet, kedvesem. Eleven testedre bejött a belseje, meg lett vetemedve. Delejezve. Az Istenbe. Ó, Em, ó, Delej. Csak te lenne, hogy vonzó az a férfias fej. Az a cakos száj, egy kis félhomály, meg az ellenállatatlan birtok. Én mindjárt sírok! Tudjon meg, Pásan, én most rögtön beszélek vele. Én olyan jó nővék, én mit tennék maga nélkül én? Mi az, Grófné? Félre vonulod? Masérsz? Masír? Semmi. Semmiség. Csak egy kis múló rosszul lét. A lőtt vadak vérszaga. Oly, csacska fruska. Vonuljon vissza, Masér, és szedje össze magát. Nem fog esni, Ernő. Ernyő,
Krisztina? Hm? Séta! Kicsi pille vagyok, repülök, szaladok, nekem fáj itt a szerelem világ. Báró? Igen. Beszélem van önnel, üljön le. Igen. Nem érez egy kis lelkiismeret furdalás? Nem én, ugyan még. Miért? Még kérdi? Hát még kérdem, de... Lángra lobbantani ártatlan leányszíneket, és tovább vágtatni újabb kalandok után? Ez nem szokás a mi köreinkben. Egy gentleman, aki reményt ültet el egy fiatal leány szívében, tudja a kötelességét, ugye? Én nagyon sajnálom Krisztinkát, de én esküszöm, nem ültettem el benne semmit. Ki beszél Krisztinkáról? Rólam van szó. Maga is! Mi az én is? Csak én! Krisztinkánál ez csak afféle bakfis szerelem. Majd kilövő! De aki az én ártatlan leányszívet lángra lobbantja, annak jaj! Jaj! Nem játszunk zsákomacskát! Nem! Mitől félsz? Hát mit? Tőlem félsz? A szobától félsz? Milyen szob? Mi van a szobában? Tudom, hogy szeretsz! Csak nem mered bevallani! De belőlem már kitör a szenvedély! Kimondom! Kikiáltom! Picit kedvesebb hozzám, mert sok vendég még lát. Jaj, Frédi, maga ezt úgy se érti. Menjen a művésznője után. Az már alig várja, hogy megfogja valaki a kezét. Én ebbe bele fogok őrülni. A gyűrűs mennyasszonyom elküld a szeretőmhöz. Igen. Én itt vergődök képű között, mint egy lehalászott tükörponcs. És nem tudom eldönteni, hogy a szív vagy a pénztárca. Igen. Feleljen nekem őszintén. Tagadja meg nevét, dobja fejbe apját, de mondja meg, hozzám jön. Igen vagy nem? Nem. És senki máshoz sem. Soha! Senkihez! Most akkor én bőlegény vagyok, vagy aglegény? Milyen kiismerhetetlenek ezek a nők, csak velük neked van. Hát ki kell neki, ha én nem. Várjál. Okay.
elkezdtem vizionálni, halucinálni, családi vonást. Apámmal is így kezdődött, és persze a patkányokat látod. Mit társulogok itten magával? Mikor magasabb a gazi, sok vízió, halucináció, déjjába. Jó, én majd mindjárt meggyógyítom. Hát vízió vagyok. Lehet, hogy vízió, de jobban kellemes, meggyőző és kézzel fogható vízió. Nincs magának semmi baj a fényike, csak egy asszony kellene magának. Ez igaz. Én szeretem az asszonyokat, csak ők meg mindig másba szerelmesek. Hát az is baj. Ahogyne, magát... Magát annyira tudnám szeretni, kár, hogy nem igazi, csak vízió, hallucináció, déli bám. Rédi, férhez megyek. Ki ez? Magához. Hozzám? Jaj, tudom, ez is csak vízió, hallucináció, déli bám. Rédi! Déli bám. Megbocsátanám. A másik az. Soha.
Miről beszél? Most is komédiázik. Clarice mindent elmondott. Clarice? Igen, a szeretője. Csak volt. Nem igaz, nem igaz. A Clarice-tal járt egy éjjel, mikor nekem szerelme hazudott. Ebből szó sem igaz. Bizonyítsam. János! Parancsú, várjunk! Mondja János, kitengeded be aznap éjjel a művésznőhöz. A maguk még mindig ezt a dolgot kavarják! Javarok meg most napból sem mondhatok más! Gerók Illés Ház László! Engem? Nem magát! Hát az a Gerókban sokkal alacsonyabb úgy magától! Meg olyan hamari beszélj Gerók neki! Segítség! Segítség! Orvost! Vizet! Elárult! Ő volt az a hülye képű! János, elmehet. Péter Pálint húzatom. Maga szélhámoskodott a nevem? Maga járt a művésznőnél, mint Gróf Illés Házi? Én? Nem. Igen? Nem igen. Nekem azt mondta Híjonászi művésznő, hogy jaj, tudom, ez is csak vízió. Gyába, fráke! Materializálódott halucináció. Hát igen, akkor este Frédi járt nálam, és én hazudtam. Egy kicsit megkevertem a dolgokat. Érdekelt a szituáció, vagy az csak egy grófnak szabad? Bocsásson meg nekem. Maga bocsásson meg. Szerintem bocsássanak meg egymást. Hé, kicsókolja a lányomat! Gróf Illés Házi László. Tiszteletet, Gróf úr. Becseim, maga aztán egy nagy kópé. Kávé. Ja. Jó van, gyerekek, áldásom rátok. Hát akkor bejelentem, hogy leányom Lili eljegyzi magát Gróf Illés Házi László grófú hűvétonságával, aki gróf. Ez skandalum! Parancsol, grófnő! Nem halványan tovább, kossz! Nem tűröm, hogy meggyalázzák az Illés Házi nevet. Ez az úr nem úr, és nem gróf. Törvénytelen gyerek, egy kocsistak a gyereke. Igaz! Igaz. Igaz. Nem érdekel. De engem igen! Hát szó sem lehet erről a házasságról! Betyai! Maga kretén, hát ennyi pénzért egy igazi grófot vezet magamnak. Grófnő, köszönöm, hogy meg kivőtette a szégyentől a kezét. Tessék, termő a magáé. Örökre. Hölgyeim és uraim, örömmel jelentem be önöknek, hogy báró malomszegi Ernő eljegyezte gróf Illés Házi Ágátát. És én? Nem én? Megint becsaptál, gonosz! Majd az élet meg is pofoz! Krisztinka, itt akarom! Várjon meg, betakarom! Festék, dukkó, lakkény, paszta, az öreg jó meg lett fogva. Mit röleg? Elfelejti, hogy mit ért? Mit ért? Ha azonnal nem nyilatkozik. Hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy nagy örömmel jelentsem be, hogy Sasvány eltaláltam. Sasvány Clarice két essel eljegyzett engem. Mire áll? Nyújtsa a karját. Hát, ha ragaszkodik hozzá. Már
remélem, eztán ez már az lesz. Maga pedig, uram, tűnjön el innen, kislányom! 5 percet kapsz, hogy elbúcsúzzál a... tőle. Nem, baba. Vele megyek. Szeretem. Jó, menj vele! De akkor én rám, ne számíts! Hálátlan gyermek! Nem volt anyád, aki nevelje! Ez hiányzott! De Ernő, hogy anyja helyett anyja leszek. Na, ez hiányzott. Ernő, csak nem fog haragot tartani a lányommal. Igaza van, grófnő. Kislányom, bocsáss meg. Őszkitácska, setes utam. Mit utarom maga futa? Maga lelkem minden vágya. Az a visz a kis ágyába, betakar a paplanába. Mint az állat. Érdekes szituáció. Egy sikeres író és egy szép reményű nagy színésznő. Érdekes szituáció. Kérd tőlem bármit, megteszem. Kérlek, fedd le végre ezt a Libériát. És kínálj meg egy cigarettával. Gratulálok, fiam!